Megtelt a Bonyhádi Önkormányzat díszterme versenyzőkkel és edzőikkel. Az év során kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolókat díjazták ezen a napon. A Völgységi Városban már több éves hagyomány, hogy évvégén a bonyhádi sportolók vagy a településen működő sportegyesületek tagjainak munkáját elismeri az önkormányzat. A felhívás a város honlapján jelent meg, és bárki, aki tudott arról, hogy szép eredményeket, sikereket ért el valaki, akár egyéniben, akár csapatsportban, azok feltejesztésre kerülhettek. Természetesen megszólítottuk valamennyi Bonyhádon bejegyzett sportegyesület elnökét, hogy ők is delegáljanak eredményeket és csapatokat, illetve egyéni versenyzőket, és mindenkit, aki a sporthoz közel áll. Ilyenek a Boros Dezső díjasaink, akik a sport teljesítményükért részesülnek díjazásban az önkormányzat által adott kitüntetéssel, és bárki, akinek erről tudomása van. Falkó Csilla az egyike azon bonyhádiaknak, akik nem csak űzik, oktatják is a sportot. Számtalan versenyen voltunk, de a legkiemelkedőbb úgy gondolom, hogy Siófokon egy crossfit verseny volt, ahol országos harmadik helyezést értem el, és erre azért vagyok nagyon büszke, mert 47 éves vagyok, és életem első crossfit versenye volt. Nagyon-nagyon régóta sportolok, hosszú távfutó voltam éveken keresztül, aztán egy sérülés miatt a futást abba kellett hagynom. Ekkor jött a kettlebell edzés, saját testsúlyos edzések és a többi. Ezáltal teljesen új fordulatot vett az életem. Edzősködünk párommal. 5 éves kortól 75 éves korig foglalkozunk az emberekkel, nagyon-nagyon szeretjük, amit csinálunk. A gyerekeknek ugyanúgy, mint az idős korosztálynak, nagyon-nagyon fontos a mindennapi életükhöz, az egészségük megtartásához a mindennapos mozgás. És hogy milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy részesül az év sportolója elismerésben? Elmondhatatlan büszkeség tölt el, és nagyon meghatottam, hogy rám esett a választás idén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, óriási érzés. Illés Dóra a karatéban jeleskedett, őt a Bonyhádi Oyama Karate Sportegyesület terjesztette fel a díjra. Már több mint 10 éve üzem ezt a sportágat, nemrég volt, hogy a 10. éve töltöttem ott abban az edzőteremben a napjaim végét, és idén is sikerült kijutnom az országos diákolimpiára, ahol 2. helyezést értem el, és úgy, mint tavaly részt vettünk idén is a Debrecenben megrendezett országos, illetve nemzetközi karate versenyen, ahol szintén 2. helyezést értem el. Nagyon szeretem a sportágban, hogy nagyon sokszínű, szóval nem csak kondicionálisan, hanem technikát is kell gyakorolni folyamatosan, és mind lelkileg, szellemileg, úgy testileg is nagyon sokat ad mindennapjaimhoz. Minden versenyen küzdöttem, és küzdőként értem el ezeket a helyezéseket. Nagyon örültem természetesen, mivel nagyon sok energiát fektettünk bele, mint én, mint az edzőtársaim, és örülünk, hogy elismerik ezt így városi szinten is. Ameddig jól érzem magam benne, és ameddig van motivációm, én szeretném csinálni, és szeretném, hogy ez minél tovább kitartson. Kedves Kristóf, szívből gratulálok neked, további sok sikert kívánok! Sági Kristóf a parakarate egyik ígéretes növendéke. Egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, és már több kiváló eredményt is szerzett. Véletlen folytán kezdtem el, mert az a főedző, aki csinálja legfőképpen ezt az egészet, az találkozott a keresztapukámmal, és ezáltal lettem én ennek a sportnak a része, és onnantól kezdtem járni edzésekre, és azóta járok, és több versenyen voltam már. Elsőként Afrikában egy Afrika kupán egy egyéni első helyezett, csoportban is egy első helyezett, és edzővel egy második helyezettet értem el. Nyáron Szekszárdon a világbajnokságon egyénibe egy második helyezettet, és még két versenyen Pesten ugyanúgy egyéniben két első helyezést értem el. Szeretem, mert valahogy én karate
teremre találták ezt ki, vagy nem tudom. Szeretem csinálni, meg mozogni. Fontosnak tartom, hogy ilyenkor évvégén egy ilyen alkalommal is, mint a sport teljesítmények értékelésekor visszatekintsünk arra az adott esztendőre, amit éppen megéltünk, és áttekintsük azt, hogy az itt működő sportegyesületek hogyan végeztek különböző sportrendezvényekkel, milyen eredményeket értek el, és a város hosszú éves hagyománya már, hogy ilyenkor évvégén egy sportolói fogadáson a polgármester megköszöni azt a munkát, amit a sportolók tettek ebben az évben, különböző sikerek, eredmények elérésével, az őket felkészítők, az edzők, és természetesen az a biztos családi háttér, ami nélkül mindez nem megy. De én úgy gondolom, hogy talán mindezt a felsorolást kiegészíti maga a város is, hiszen azokkal a létesítményekkel, amelyeket rendelkezésükre bocsájt a sportolóknak, legyen ők akár csapat, vagy egyéni sportolók, amatőrök, vagy profik, azzal segítjük az ő felkészülésüket. Bízom benne, hogy ez így van, és az önkormányzat, ameddig tehet és ameddig lehetősége lesz ezeket az infrastruktúrákat, olyan szinten biztosítja majd az egyesületek és az egyének számára, amely segíti ezt a felkészülést. Bárhova is mennek, akár megyén belül, országhatáron belül, vagy akár határainkon túl, azért is fontos, ez egy városimázs is. Bárhova is érkeznek, ők bonyhádiként érkeznek azokra a versenyekre, és ez természetesen a városnak is fontos. 2022-ben összesen 16 egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak a Völgységi városban.